Már csapatokat kell összehasonlítani. Valóban igaz az a mondás, hogy a maga posztján a liga két legjobb játékosa a Lakersben járól majd később, ugye jól ismert triangle offense, a háromszög támadó játék, és Fisher. Fisher harcol, és aztán el is hozzák a labdát. Séri. Madsen, szép a horog. Váltson ki a védő, és már is 8 pontnál jár. Rick Fox szerez labdát, közben káprázatosan teszi vissza Derek Fishernek, nem zavarja a kicsi irányítót, senki. Igen. Az utolsó két dobását értékesítette. Elég vállalkozók mindkét csapat. Fisher labdát szerez közben, aztán Rick Foxot blokkolja Peeler. O'Neal. Fisher távolról. Illetve nem a lepattanó, hanem a labda. Derek Fisher. Sekötek. Megelégedett. Ugrik a Minnesota. Hudson 14 pontos. Fisher. Ez jó. A palánkról. De megnézném azt a O'Neal paszt. Derek Fisher büntetőzik. A második negyedben. Lóversenygyőztese a pályán, Kobe Bryant, és 15 pontnál tart, Fisher labdát szerez, nem fogja bántani őt Nesterovic, bár próbált oda piszkálni, hát ha nem lehet panasz ezen az oldalon a Lakers játékára, de változatlan Ulks. Szépen lassan megkerüli a védőfalat. O'Neal. 3 másodperc volt most. Rick Fox jön a labdáért. Peeler vele szemben. És Derek Fisher duplájával. Nem tudta szépen föltenni. Követte a szerbiák, igen. O'Neal. Kobe Bryant mint vezeti a pályán töltött perceket mutató számsort is. Bryant szerbiák vele szemben, elvállalja-e, majdnem megszerzi a labdát Roy Hudson, de Fisher bedobja. Roy Hudson, azt már nem látjuk, csak Fisher dupláját, de hát ez a legfontosabb. 2 duplát dobott Kobe Bryant. És itt a vége.